Adjon Isten mindenkinek, a mai videóban az egyiptomi obeliszkeket mutatom be, hogy a világon hol találhatóak ezek. Erről csak ilyen feljegyzések találhatók, de most én térkép szerint megmutatom, hogy hol találhatóak az obeliszkek. Hát kezdjük a kirándulást a legtávolabbi résszel, New York, és New Yorkban is a Central Park. Tehát a Central Parkban ki van állítva, így néz ki. Ezek a nagyméretű obeliszkek vannak most bemutatva, amik általában szabad téren helyezkednek el, és ha bárki arra jár, akkor meg tudja nézni. Tehát a Central Parknak a nyugati oldalán és körülbelül a közepe táján helyezkedik el. Aztán ugorjunk át Angliába, mert hát Angliában is található 4 obeliszk. Az egyik egy kis parkban található, Dorsetben. Kicsit távolítom a képet, hogy az ember térkép szerint könnyebben oda tudjon találni, hogyha esetleg érdekli. De itt a térképen nézni kell az iránytűt is, hogy az ember könnyen tudjon tájékozódni. Londonban található az úgynevezett Kleopátra tűje a Temze mentén. Érdekes, hogy ezeket az obeliszkeket azt hiszik az egyiptológusok, hogy a fáraók nevét tartalmazza, valójában nem a fáraó nevét, hanem a kőnek az elkészítésének a módját és néhány törvényt tartalmaz, de hát legyen ez az ő hitük szerint. Itt található még 2 kis bronz szfinx dekorációképpen, de a Temzének átmegyünk a másik partjára. Ezek a hajók, ezek nagyon gyorsan tudnak menni, a vízi taxik. Tehát átmegyünk ide a másik partra, és itt a szélén lévő korlát, ami kőből van, ezeket is rózsagránitból csinálták meg. De ugorjunk az obeliszkekre. Tehát Londonban van még obeliszk a British Museumban, az egyiptomi kiállítási részen, ami itt található. Hát a bejárat az itt van, innen lehet bejutni. Angliában a negyedik, ez Durhamban található. Annyira magas, hogy még a fák közül ennyire kiágaskodik, tehát műholdképről ilyen rankon lehet látni, de térkép szerint így helyezkedik el. Tehát ha valaki arra jár, meg akarja nézni, akkor így megtalálja könnyebben. Volt egy obeliszk, ami a berlini múzeumban volt fellelhető. Hát ezt a múzeumot, vagy a múzeum most nem tartalmazza az obeliszket, tehát ez a múzeum, hanem kölcsönadták Berlinből Lengyelországba, Poznánba, és Poznánba szintén múzeumban található, és a múzeum az viszont meg így néz ki műholdképről, és akit esetleg érdekel, hogy hol helyezkedik el a városban ez a múzeum, akkor így könnyebben oda talál. Aztán ugorjunk át Olaszországba. Olaszországban állítólag van összességében 14 darab obeliszk, és ezt a 14 darabot egy kivételével úgy néz ki, hogy meg is találtam. Hát ez a Rómában lévő Vatikánban látható ez az obeliszk, ami így néz ki. Hát ők mondják azt, hogy ne lopj, ne ölj,
bár engedély nélkül hozták el az obeliszkeket, és nagyon sok embert megöltek érte, úgyhogy kicsit nevetséges az, hogy ilyesmivel tanítják az embert. Végülis, hogyha leölik az ellenséget, akkor ebből a szempontból már nem lopás, mert nincs kitől ellopni. Viszont csak talán kifosztás lenne, hogyha lenne utódan vagy egyéb minden, de mivel leuralják a területet, és ők a hódítók, és a régi emberek, ők a megszállók, így van némi ideológiai probléma ezekkel a dolgokkal. Na nézzük tovább a Rómában található obeliszkeket. Itt egy ilyen menóra díszítés van az egyik térburkolatban. Kicsit távolítok, hogy lehessen látni, hogy melyik utcáknál hogyan helyezkedik el a folyótól, milyen messze van. Aztán nézzük a következőt. Ez egy ilyen téren található. Valamelyik tetejére keresztet tesznek rá, valamelyikre csillagot, valamelyiken mind a kettő megtalálható. És hát azt hiszik, hogy ezek ilyen nagy-nagy vallási szimbólumok lennének. És hát, hogyha ráteszik a keresztet, akkor az lefedi ezt a fajta kisugárzását az obeliszknek. Tehát megmutatják, hogy ők az urak. Tehát itt például a csillag az árnyékon látszódik is. Ez itt helyezkedik el Olaszországba, Rómában. Nézzük a következőt. Az ezen a téren található, itt már egy kereszt van rajta. De hát elég sűrűn vannak az obeliszkek egymáshoz képest. Tehát itt például a mellette lévő kis parkban mindjárt véletlenül elhelyeztek egyet, mert hát volt annyi belőle, hogy nem tudták hova tenni, és hát így akkor teleszórták Rómát. Hát úgy néz ki, hogy Olaszországban majdnem több nagyméretű obeliszk van, mint Egyiptomban. És ez sajnos nem vicc. Itt a következő obeliszk, és ezek mind-mind Egyiptomból származnak, ezek az obeliszkek. Aztán van ezen a téren is egy. Itt a Kolosseum, tehát a Kolosseumtól ez nincs túl messze. Aztán van még egy obeliszk, ez már a 9. ezen a téren. Aztán van ezen a téren is egy. És hát itt volt még egy üres tér, meg egy felesleges obeliszk, és akkor tettek erre a térre is még egy obeliszket. És található még egy másik kis parkban, még egy obeliszk. Íme. Tehát ez itt a Kolosseumtól déli irányba van, ez meg délkeleti irányba. A többi az így helyezkedik el, és Rómában van még egy másik. Ez egy magánudvarban van, hát egy belterületen,
de a műholdkép az kirajzolja, hogy itt van egy ágaskodó kis tornyocska, ami egy belső udvarban van. Erről fényképet nem találtam a neten, és még hiányzik még egy obeliszk, akkor meg lenne a 14, ami Olaszországban, Rómában található. Tehát nézzük a következőt, ami Beneventóban található. Ez egy kicsiny kis utca sarkán van kiállítva. A folyótól nincs túl messze. És hát a városka így néz ki fentről. Aztán ugorjunk át Szicíliába, hiszen itt is volt még egy plusz obeliszk. Ez ezen a téren található. Kicsit, hogyha távolítok, akkor meg lehet nézni, hogy milyen létesítmények vannak, tehát a kikötőtől, hogy hol helyezkedik el. Aztán még ugorjunk át Firenzébe. Firenzébe a Boboli kert. Kicsit mókás neve van, de így nevezték el. Itt is található egy obeliszk. Ez egy ilyen kis lelátós részen helyezkedik el. Maga a kert az ez a rész, és itt van mellette egy fülesbástyás erődítmény. Tehát ez volt Firenze, akkor átugrunk Urbinóba. És Urbinóban itt található egy keskeny kis utcácskába. Itt aki ide kihúzza a kis utcaképet, akkor a Google-os autó itt ment el mellett, és nagyon jól látható az obelisknek az oldala. Itt előtte egy kis templomocska található. És hát ez a városka így néz ki fentről, és ezen a helyen van benne, de azért segítek, hogy könnyebb legyen a tájékozódás, hogy akkor berakom északra, tehát a városban így talál oda az ember. Aztán ugorjunk át Isztambulba, Isztambulban ezen a téren kettő obeliszk is található, de ez található, ami Egyiptomból származik. A másik, amit mellette van, ez kövekből van összerakosgatva. És hát, hogy hol is helyezkedik el ez a park, vagy tér. Kicsit távolítok. És hát itt kell keresni. Aztán ugorjunk át Izraelbe, mert hát ők is beszereztek egy obeliszket. Rendkívül fontos volt, hogy beszerezzék, és kirakták a puszta közepére. Ide, tehát még egy parkot sem tudtak csinálni, hát lehet, hogy nem volt rá pénzük. De az obeliszk az nagyon fontos volt. Tehát aki esetleg meg akarja nézni, az itt megtalálja. És hát ugorjunk át Egyiptomba, hogy itt hol találhatóak az obeliszkek. Hát obeliszk van a Kairói Múzeumban. Van töredék is, és van egész darab is. Ez egy 2014-es műholdkép. Azért választottam ezt, mert itt ezek, amik itt várnak, ezek nem taxik, és nem kis buszok, hanem ezek mind-mind
tankok. Tehát akkoriban tankokkal kellett védeni a múzeumot. Aztán ugorjunk át a Kairóban egy másik része, Heliopolisba, és ebbe a Heliopolisba egy parkot csináltak, és ide is felállítottak egy obeliszket. De ez az obeliszk ez úgy néz ki, itt a semmi közepén hever, és hát elég nehéz lesz megtalálni annak az embernek, aki kíváncsi rá, és azért gyűjtöttem össze térképen, hogy könnyebb legyen tájékozódni, tehát most beállítottam az éjszakot, és akkor így fogja a kíváncsi emberke megtalálni ezt az obeliszket. Aztán ha átugrunk Luxorba, Luxorban van egy obeliszk, mert a másikat azt elvitték, tehát a luxori templom bejáratánál. A párját azt elvitték Párizsba, és Párizsba van kiállítva. Itt található, ezen a téren. Ez a térről, hogyha elindul az ember nyugati irányba, akkor a nyugati irányba megtalálja a diadalívet, ami itt van, nem is van nagyon messze tőle. De ugorjunk vissza Egyiptomba, Karnakba, ugyanis itt azért van több obeliszk is. Az egyik obeliszk az itt található, a másik obeliszk kicsivel odébb az itt található, és van itt egy gránitból készült templomocska, ahol kettő gránit obeliszk is található, itt az egyik, itt a másik, és ez a úgynevezett templomocska, ez gránitból van, a fal vastagsága, ha jól emlékszem, 70 centi vastag, de vannak benne méteres vastag gránit tömbök is, a teteje is gránitból van, tehát gránit tömbökből, és virágminták vannak, meg csillagminták vannak benne. Na most az egyiptológia elfelejti, hogy ezek hogyan készülhettek, és azt mondják, hogy ezek bármi áron ezeket az obeliszkeket, ezeket az aszuáni kőbányából hozták ide, mert hát ott van a befejezetlen obeliszk. De fel sem merül bennük az, hogy ez hogy került ide, vagy miért így vannak ott ezek az obeliszkek. Hiszen itt Karnakban van még egy obeliszk, ez a felső darabja egy egésznek, a többit azt elvitték, és mivel nem tudják elolvasni az egyiptológiások a hieroglif jeleket, nem ismerik, és nem akarják megtudni, ők azt hiszik, hogy a fáraó nevét tartalmazza. Valójában nem a fáraó nevét tartalmazza, mint mondtam, hogy a kartusok azok kémiai jelöléseket mutat, és törvények vannak felírva az obeliszkekre. Mivel nem tudják elolvasni, ezért csak tippelgetnek, és mindenféle csillagos eget lehazudnak, hogy az Atya Úristen, meg ez, meg az. Az a probléma, hogy a római obeliszkeknél láttuk azt, hogy hogyan lehetséges az, hogy a katolikus egyháznak olyan istene van, ami hát bosszúálló, meg, vagy nem is az Isten, hanem az Úr, ja, bosszúálló, meg átkozódik, míg a többi népnek a hitében lévő istenek ilyen létesítményeket tudnak létrehozni, és hát hogyha egy másik népnek az istenei szuperebbek, mint a katolikus egyházi, akkor azt el kell pusztítani, pusztán keresztény felebaráti szeretetből. Ezt el kell mondjam, na itt van ez a Szent Tó, amit Szent Tónak mondják, az azért szent, hogy ne kérdezze meg az ember, hogy miért van itt ez a tó, és esetleg mi van alatta, vagy mit tartalmazott. Akkor átugrunk egy másik obeliszkhez,
Ez Fayyumban található. Egy körforgalom közepére helyezték el. Tehát aki erre jár, akkor így meg tudja találni. De nézze az északot is. Tehát itt található. A városban viszont így jut be egyenesen. De található még a kairói reptéren is obeliszk. De mivel hatalmas ez a reptér, ezért nehéz megtalálni ezt az obeliszket. Ez ilyen kis kiemelt részen található. Ugyanis a Budapest-Kairói járat nem itt közvetlen áll mellette, hanem több mint egy kilométert el kell hozzá sétálni. Mert hát, hogyha ez itt az északi részén található, itt a felszállópályáknál, a reptérnek a másik részéből viszont a látogatók ide érkeznek. Aztán ide beviszik őket, és a csomagokat itt veszik át, és innen viszi el őket a busz, tehát ezen a részen, de innen át kell akkor ahhoz sétálni, hogy a Kairó reptéren található obeliszket meg tudja nézni. Az obeliszkekhez nem írtam oda, hogy kinek a Kleopátráé, Ramszeszé, ezt most csak így azért, hogy kis különbséget lehessen tenni, ugyanis az egyiptológia azt hiszi, hogy a kartusok azok az ő megközelítésük szerint csak a fáraó nevét tartalmazhatja. Valójában ez nem a fáraó neve, hanem a kőmorzsoló reagens neve szerepel rajta. Ugyanúgy a kőmorzsoló reagens neve megtalálható a Mennon kolosszusnak az oldalán is. Egész pontosan, ha szembeállunk a szobrokkal, akkor a baloldali szobornak a bal keze alatt lévő szék oldalába van benne a kartusa, és ő az a reagens, ami segítségével az egyiptomi homokból lehet összeépíteni, ami végülis nem is homok, hanem darabolt földpát. Ezekből lehet összeépíteni azt a gránitot, ezt a szintetikus gránitot, ami rózsagránit lesz. Tehát ez a Ramszesz obeliszkez itt található. Tehát az egyiptomi múzeumtól nincs is messze, déli irányba. Volt még egy obeliszk, állítólag itt van bent a nagy torony mellett valami kis kertbe felállítva. Ezt sajnos nem találtam meg, sem műholdképen, sem fotók alapján itt a környéken. Lehet, hogy ezt máshová szállították el. Akkor nézzük még, hol van még obeliszk Egyiptomban. Található a Núbiai Múzeumban is obeliszk. A Núbiai Múzeum az itt található, a Nílustól néhány kőhajításra. De mi található itt mellette? Hát lám-lám, itt található az Asszuáni befejezetlen obeliszk. Na most ezt a befejezetlen obeliszket azt mondják, hogy hát itt innen akarták elvinni, de még azt se tudják, hogy hova akarták elvinni. Valójában, amikor a gránit még puha volt, akkor faragták ki, és meg is mutatom, hogy hogyan tudták ezt megcsinálni. Ezt a fajta megmunkálást. Megnézzük a fotókat. Nézzük meg mondjuk ezt a fotót, és ebből a fotóból tudni fogjuk, hogy hogyan munkálták meg ezt a gránitot. Hát, hogyha figyelmesen megnézzük, akkor lehet látni, hogy ezt bizony kapával faragták ki.
tehát kapával van kiásva a munkagödör is, és ennek a nyomát lehet látni. A kapának a fejszélessége az 25 és 30 cm széles. Ezt le lehet mérni, aki nem hiszi, járjon utána. És a gránit, amikor még puha volt, akkor így, ilyen könnyedén meg tudták munkálni, egyenesre le tudták faragni, le tudták simítani. De hát ez még egy kicsit várat magára, míg fel tudják dolgozni az egyiptológusok. És akkor haladjunk tovább. Van még obeliszk, egyiptomi recept szerint. Ebben a Nemzeti Múzeumban. A Nílus mellett. Ez Kártumban található. Tehát itt a elszínezett rétegek, ez mind-mind gránit örlemény, tehát a földpátoknak a szétmálásából színeződik így el, valójában nem homok. És hát még ki kell ugrani Axumba, hiszen Axumban is található obeliszk, ahogy a másik videóban mutattam, ez is ugyanúgy a kőmorzsoló reagenssel van összeállítva, és itt a mellette lévő hegyből van az alapanyag kidolgozva, kibányászva, és ebből vannak megcsinálva a gránit obeliszkek. Ez viszont nem egyiptomi hieroglif írást tartalmaz, hanem egy másik fajta írásmóddal, de jelképrendszerében ugyanaz, és elég nagy távolságot tettek meg ennek a receptnek a megmutatásáért. Hát röviden, tömören ennyit szerettem volna megmutatni az obeliszkekről, akit érdekel, így a videó alapján könnyebben eltalál a helyszínre, és csinálhat róla videót, csinálhat róla fényképet, állapotfelmérést, hiszen lehet, hogy ezek hamarosan céltáblává fognak válni, ugyanis a kőmorzsoló reagens azt még a mai napig igencsak le akarják vadászni, hiszen nem lehetséges az, hogy egy szkíta népnek, akinek a kultúrájában és a műveltségében szerepel ez a fajta reagens, mint a kőmorzsoló, vasgyúró vagy fanyűvő, ez egy szuperebb istent jelent, mint akár bármely egyház vagy felekezetnek az istene. Röviden, tömören ennyit szerettem volna megmutatni, Isten áldjon benneteket!